A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. azt hiszem, te hoztad idézetként egyszer valamikor, valahová azt a nagyon súlyos mondatot, amit Göte mondott, hogy nincs elrontott nincs, elrontott. nincs nem elrontott. élet. Igen, aztán Parti Nagy Lajos kiderítette, utána nézett, hogy Göte nem mondott, de, de én valahol ezt olvastam, és hát ha ő mondta, ha nem ő mondta, ez egy nagyon jó mondat. És a tiéd is elrontott? Hát nézd, ha utána néz az ember a az életének, akkor két dolgot állapíthat meg, vagy ezt, hogy Hát, úgy van elrottva, hát ilyen nincs. Vagy, mert, vagy azt, mert hogy... mindig van... Van, van közö... szü... Igen, hát, van. igen. én ráadásul mérlegi egyben születtem, tehát mindig hol fönt, hol lent. Még azt sem mondanám, hogy nagyon fönt, nagyon lent. Szóval olyan, olyan jól kiegyensúlyozottan Hát azért, mert csak a é... szépre emlékezel. Voltam az életemben. Hát mert azért történt veled egy más Hát igen, igen. Például igen, nagyon igen. érdekel, mert... De miért ez a kérdés, hogy miért érdekel engem ez? Valószínűleg azért, mert hogy, ahogy az idő múlik, hát mikor beszéljük ezt meg, ha nem most 20 év múlva, nem biztos, vagy negyven év múlva, nem biztos, hogy <laughs> megtudjuk. Biztos, hogy nem. <laughs> hogy melyek voltak azok a nagyon drámai pillanatok? volt drámai -e drámai pillanat? Tehát most elsősorban persze a magánéletedre gondolok. Hát sok drámai. Én kettő ilyet Igen. tudok. Az egyik talán a, a házasságod, ezt én nem élem meg nem? drámainak egyáltalán. Nem. De mindenkinek valakire van szüksége, egyedül lenni nem jó. Ez, ez más a mi szakmánkban. ez egy, ez egy más dolog. Én, én, én egyáltalán, ez egyedül vagyok, de én nem vagyok magányos. Ja, persze. De rengeteg barátom, minden régi kapcsolatommal megtartottam a, a jó kapcsolatot. Tehát az, hogy egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. Na most, hát akármilyen nagy ez a lakás, egy fürdőszoba van, egy tükör, mit borotválkozzon itt <laughs> valaki, aki csak helyet foglalja. Most ezt vicces, viccesen mondom, de hát szóval a, az öregséggel ez inkább együtt jár, hogy az ember hát szereti saját maga elfoglalni a... A teret. A... De ezt te így... már így fogalmazol magad, vagy öreg? Hát én 76 éves vagyok. Hát ez sajnos, sajnos ez öregkor. Uh -huh. Most leszek 76. -ok, október 1-én. A Vörös Sándor darabba, a Szentgyörgy és a sárkányban van egy mondat, játszottam az egyik udvarhölgyet ott, hogy, hogy Minek a férfi csak a helyet foglalja, ezen túl kirúgom a férfiakat. Na <laughs> most hát nem is kell őket kirúgni, igen, mert ugye de el, azért, elmaradoznak. <laughs> jó, de azért ez a te döntésed volt, hogy így élsz, ahogy élsz. Hát természetesen, és ez is összefügg az a szakmámmal. Mert a szakma mindennél fontos. Hát mindennél fontosabb volt a, a, az életemben. Mert ezt vallom, és tapasztaltam is, Amennyit te a szakmának adsz, annyit ad vissza a szakma. A szerencséseknek? Hát igen. Az mert igen, azért mert. Ehhez egy Jó, nagy hát én a magam szempontjából igen, beszélek, igen. vagy magamról beszélek. Ha Amíg én nem adtam oda mindent a szakmának, ő se, ő is csak így méregette kupicával, hogy mennyit adjon vissza. Na most, hogy ki igen. hogy idősödik, ki hogy öregszik, nyilván a sikerek és a és a fájdalmak, vagy a, a tragédiák, hogyha úgy tetszik, ez mind-mind okay. meghatároz, azt hiszem, minden egyes ráncba beépül. És, az, és azért neked, neked van még egy nagy teher, vagy, vagy nem tudom, hogy teherre, hogy fogalmazzam, ez a gyerek. Erről nem, erről nem. nem, szeretnék beszélni. Oké. Okay. Ezzel megbántam, hogy egyszer beszéltem róla, mert valahogy kihozták belőlem, de ez nem tartozik a közönségre, úgy érzem. Ez a része. Megbántott, hogy rákérdeztem? Most nem bántottam meg, hiszen azt mondtam, hogy okay, erre nem csak válaszolok hogy... ennyi. Uh -huh, Igen. Jó, persze. Ehm, és nem én, nem én vagyok így egyedül, és akár nem a szakmában is. És egyáltalán nem biztos, hogy minden ránk tartozik, Igen, én teljesen egyetértek. Az szép az én szakmámban, hogy, hogy szabadságot élvezek, Igen. és ezt adtál nekem, hogy bármire rá kérdezhetek, nem beszélünk róla. Ehm, Szabad-e megkérdeznem azt, hogy, hogy ez a idézi ebben mondom, öregségben, amikor színpadon bárki lát, nem érzi ezt, olyan energia igen. van benned. És ez az öregség, ez mikor ért el? Ez egy folyamat? Vagy te úgy vissza tudsz emlékezni? Amikor... Hát szépen megvan ennek a folyamata, igen. Ugye 40 évesen az ember még virul, vagy úgy érzi, hogy egy ilyen második fiatalsága jön el, és akkor egyszer csak hip-hop, 50 éves lesz, aztán Hip-hop, hatvan éves lesz, és akkor még kim azt meri mondani, hogy hát középkorú vagyok, és akkor egyszer átlépi a hatvanat, és hát ahogy rohannak az évek, egyszer csak az ember öregecske lesz, nem középkorú, hanem átlép az öregkorba. Sok nő nem tud ezzel mit kezdeni, mint sok férfi is nem megküzd. Igen, ezzel. igen, hát én megértem őket, de én nekem semmi problémám ezzel. Bár mindig szoktam idézni kell hogy az öregkornak is megvannak a szépségek. Mondja, mondja egyet, egyet. <laughs> Igen, de de ez inkább, inkább a fizikai romlásra, szóval a, a a fizikum romlására vonatkozik, mert hál' Istennek szellemileg semmi bajom, tehát megmaradt a memóriám. Ugyanúgy tanulod a szerepeket? Ó, igen, igen, kap, ugyanúgy kapom is és tanulom is a szerepeket, tehát szellemileg érdeklődő maradtam, Úgyhogy az, az a rész benned van. Nincs olyan, hogy a régebbi dolgokra jobban emlékszel, mint a tegnap előttiiek? Hát ez sokan mondják, ezt de, sokan nem mondják de nem törvényszerű. Nem törvényszerű, Jó, hát sokszor ilyen vicces dolgok vannak, hogy keresed a szemüveget, és ott van a fejed, vagy a telefonod és a kezedbe tartod, de hát ezek. ezek és beszélsz vele. Igen, ezek inkább ilyen a vicces, a vicces, vicces része. A múlt inkább olyan. Mióta föltalálták ezeket a klippeket, ezeket a rövid vágásokat a filmben, azt érzékelem, hogy a múlt inkább így jön föl, ilyen rövid vágású kis klipekbe fölmerül. Bevillan egy, valami. Bevillan, bevillan egy emlék, és akkor a köré, akkor azt jobban megvilágítom ezt az oldalát, azt az oldalát, kicsit följebb megy az ember a kamerával a helyebb. Uh -huh, uh -huh. Szóval akkor az körül járja azt az emléket. Azt mondtad nekem, még itt beszélgettünk, mielőtt elkezdtek forogni a felvevőgépek, hogy hát írdatlan sok dolgod van. És tulajdonképpen ez már... Ez már nem igazán jó. Tehát, hogy mondjam, néha túlvállalom magam, igen. De, de mindig találok a megfölkinált lehetőségekbe valamit, ami miatt na hát ezt, ezzel a kollégával még nem játszottam, ez egy érdekes anyag, ezt miért ne csináljam meg. Szóval ilyen, I hmm. ilyen, ilyen dolgok fölmerülnek. Mi Miközben arra akkor... gondolsz, hogy milyen jó lenne még délbe itthon ülni a pizamánban? Igen, pizsamánba. és akkor közben szentségelek, hogy a hajnal négykor elvisznek forgatni, és Jézus Mária. Hiszen az öregséggel az is együtt jár, hogy az ember éjszaka már nehezebben alszik. Kevesebbet. Kevesebbet alszik, és akkor ugye hát leg legjobb esetben nézeget a laptopján valami filmet, vagy mondogatja a szövegeit, én abban remekül bele tudok aludni, egy-egy monodrámát elkezdek mondani, és akkor észreveszem, hogy a felénél alszom, de három-négy óra múlva az ember újra fölébred, és úgy érzi, hogy kialudta magát, és azok a régi nagy tízórás alvások, azok már nincsenek, viszont nappal egyre inkább igény lett, hogy hogy lefeküdj egy kicsit. Most te említetted, hogy, hogy nem múlt el benned a kíváncsiság. Én azt tapasztalom saját magamon is, meg nagyon sok pályatársamon, hogy az évtizedek múlásával hogy mondjam, tudjuk a, a következő lépést, mint egy csapkozó. Tehát azért nem érdekel már annyira XY mm. története, mert már tudom, hogy, hogy mi, mi? Igen. Hát, hát mit a dramaturgia szó... szabályai Igen. szerint mi következik. Igen. Igen. Tehát, Igen. hogy a kormulásával sajnos egyre többet tudunk a következő. Igen, de hogy mondjam, a mi szakmánk annyira színes és érdekes. És ugye rengeteg fiatal, és még az újszülöttekből is aztán pillanatokon belül már színészek lesznek. Tehát érdekel a színház, érdekel az a terület, amin, amin én is dolgozom. És bármennyire nehezére is esik az embernek most már kimozdulni, ha nem muszáj, én még mindig betartom azt, hogy ami érdekel, azt megnézem, uh -huh. akár színházba, akár akár. De sosem gondoltál arra, amire nagy díbák, nagy színésznők nem Magyarországon feltétlenül gondoltak, hogy na. Én elértem a 70 évet, vagy a tök mindegy, hogy mennyit. De, hogy nem és már akkor én azt mondom, hogy többet nem akarok színpadra Folyamatosan 5-6 már... éve gondolok rá, de, de mindig, mindig kinevettek érte, ha kijelentettem. És valahogy a, az élet úgy hozta, hogy olyan darabokba, olyan előadásokba játszom, amik százon fölül, száz, több, százas szériákba mennek, tehát nem mondhatom azt hirtelen a kollégáknak, hogy szervusztok, én holnaptól nem vagyok, helyettesítsetek valakivel. Őket is rossz helyzetbe hozom, ugye. Másrészt lehet, hogy a közönség is engem akar látni abban a szerepben, és akkor amíg ezek ki nem futnak, és hát elég sok ilyen van. Addig, addig nincs bőr a képemen, azt mondani. Igen, vagy én vagy pont arra céloztam a bőr a ami megváltozik. Mert más az arcod. Hát mert, igen, igen. Hogy, 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 nem érzed azt a női hiúságot, hogy ezt már nem utas. Női hiúság? Á, Ez az sose volt bennem. Soha, fiatalon se volt bennem. Egyáltalán nem. Nem is ismertem öregen, meg aztán pláne nem. Hát amikor, amikor eljött az, én 40 éves koromig nem festettem a hajamat. Olyan volt, ilyen sötét szőke voltam, vagy világos barna, nem tudom. És akkor az egyik tervező nő egy szerephez könyörgött, hogy fessük be. Mindig parókát használtam, vagyok. fessük be vörösre. És akkor hát nagy nehezen ráálltam, bár ne álltam volna rá, és akkor, amikor az úgy kopott le, akkor elmegjelentek az ősz hajszálak. Tehát már muszáj volt, muszáj volt festetni. Tehát egy plusz teher az életbe, ugye festeted a hajadat, és akkor egyszer csak jött egy szerep, amiben úgy éreztem, hogy, hogy egy ilyen őrült, őrült zsidó királynő, amiben, hogy hófehér valami tépet, hosszú hófehér hajnak, és hosszú volt a hajam, de mondták, hogy ha, és barnára voltam festve. Hogyha azt leszívják azt a barna színt, akkor letörik a, a hajam. Uh -huh. Hát mondtam, akkor rendben, akkor lenöveztem, aztán lesz, ami lesz. És akkor elkezdtem lenöveszteni. És azóta, Ezóta, azóta, azóta fehér vagyok, azóta olyan, hogy a természet megfestette, és rengeteg nő elkezdett ezért irigyelni, és hívtak föl, hogy hogy kell hogy ezt csinálni. Se... Igen, 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 most különösen igen, nagy divat igen, van. Igen igen, igen, igen. És nekem is tetszik. Úgyhogy én pillanatok alatt átléptem. <laughs> Bocsánat. <gül> Ö, én visszaemlékszem, 30 évesen, amikor nagyon haraptam, az életet, és meg akartam mutatni, hogy én még jobb vagyok, meg még akkor, akkor egy kicsit még mindig a feladat felé léptem. Mert fontos volt nekem. Ezen te már réges-régen túl vagy. Mi visz előre? Hát már mindent megmutattál. Hát igen, ez... Már minden díjat megkaptál. Igen, hát ambíció, suttogom, de már nincs, már nincs, nincs, nincs. Az tényleg? Tényleg, elmúlik tényleg nincs, de hát olyan színész olyan, mint a cirkusziló, ha, és ha fújják a trombitát, akkor felveti a fejét, és elkezd galoppozni, vagy nem tudom én. Bemegyünk a színpadra, és mindez olybá válik, és azt mondod, hogy itt van ez az ártatlan közönség ma este, aki azért jött Többek közt azért is jut, hogy engem lásson, engem is lásson, és annak a maximumot kell adni, mert holnap nem mondhatom azt, hogy jaj, se kell jönni holnap, mert olyan jó leszek, hogy. az Azoknak aznap este kell adni mindent. Tehát mondjuk, hogy én megkértelek, hogy beszélgessünk, <laughs> igen. akkor ezt ilyen finom udvariasságból azt mondod, hogy jó, mert tulajdonképpen neked már nem fontos, hogy egy újabb interjú készüljön hát nagyon veled. Udvarias vagy, megcsinálod, eh, igen. Hát nem is csak udvariasság, hogy mondjam neked. Hát, úgy vagyok vele, hogy hogy ki, ki tudja, miből mi, mi következik, mi lesz. Mi, miért ne? Ott vagy? Miért, miért ne, ha meg tudom És akkor, csinálni. Akkor még egy még hat kérdezek, ami nem a színház. Hogy a nagypapámon figyeltem meg annak idején, 70-75 éves lett, akkor azt mondta, hogy most már nem, már nem akarok festetni. Már nem jó, jó az a régi butor, úgy, ahogy nem cserélünk, nem beszek új fotelát. Igen. Nem, ez marad. Igen. Szóval, hogy, hogy az az energia, amit addig arra fordítottál, mondjuk, hogy ruhát vegyél, Igen. hogy egy új könyves polcot ez is elfogy? Ez is elfogy, ez is elfogy. Épp a Gálvölgy beszélgettünk a múltkor forgatási szünetbe, a az élet utolsó nagy lakás felújításáról. Amikor az ember tudja, Igen. hogy ez élete utolsó lakás felújítása, ő többet se tapétáztat, és semmit Igen. nem fog. És az évek során annyi, én nem szeretek kidobni dolgokat, pláne ha nemes anyagból van. És az évek alatt annyi ruhám gyűlt össze, hogyha még élek, bőven elég lesz, és még akkor is tudok olyan, olyanokat elővenni, amiről azt hiszem, hogy teljesen új, mert nem tudom, 10 éve, 15-20 éve nem volt rajta. Tehát... És őrzöd? Igen, igen, megvan. Meg van. nem, nem, nem zsákolod, Hát ami, be, ami és... ilyen silány anyagból van, azokat azokat azért kidobom. De sajnálom, mondjuk gyapjú, vagy ja, sejem, ja, vagy igen, ezeket sajnálom, Tehát a vásárlás, a lakásfalutás, a festés, ezek a tervek már. Igen, már, már, már. már, már. De a, hogy csökkennek a tervek, hogy csökken a, a holnap, hogy holnap mi lesz, az, az psziésen nem rossz neked? Ja, mostanában... Ő inkább az van, hogy hú, hát rendet kéne csinálni, mert hát jöhetnek váratlan dolgok, ugye ebbe az életkorban, meg egyáltalán, Mi most a pandémia, az? meg minden, hát ez olyan egy váratlan halál. És akkor most itt hagyjam a Szóval azokra, mit mit hagyok itt azokra úristen, a, akik, akik maradnak itt, esetleg utána. De arra gondolsz, hogy tüntessel egy pár levelet vagy Ja nem, nem 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 nem, hanem hogy 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 rendbe találják mm. a, a, a dolgot, tehát mm. olyan olyan kicsit be kaszlizva, uh -huh. és izé, ez meg... Ez, ez. Tehát, hogy ilyen fölösleges rendetlenséget ne találjanak, de ez nem sikerül nekem. Ez egyre, egy, egyre szétszórtabb. De ez legyen annak a gondja, aki majd... Hát igen, csak úgy, úgy, szóval sajnálom azokat, akik, mert gondolom, azok bezsákolják, azt kidobják egyre. És kik lesznek azok? Van hát még vannak, rendeveted? van két csodálatos keresztfiam, van két unoka, egy unoka hugom, egy unoka öcsém, azok annak egyiknek kisfia, a másiknak kislánya, tehát a családból uh -huh. is, de hát a, a mondjuk a keresztfiaimat is családtagnak te tekintem. Tehát van. És még rendelkeztél? Nem, nem, azt hál' Istennek még. Tehát ilyen közjegyzői izé, az még nem volt. Nem kell közjegyző, kézzel hát írod el. akkor. Hát azt se, papíron nem, de mondjuk úgy mindenkinek odasugtam, hogy hogy esetleg mire figyeljen majd, mire figyeljen. De te azért el, nem vagy akit illet... Nem készülsz erre? Lehet. Készülni nem készülök, sőt, azt épp a Verebes Pistával váltottunk múltkor egy e-mailt valami kapcsán, és erről a témáról volt szó, hogy van, És azt írta vissza, hogy piroska, maradjunk még egy kicsit. Hát szóval, igen, ez, maradjunk még egy. De, de, azért félelmed nincs? Félelmem nincs, bár volt egy évek, pár éve volt egy enyhe trókom, de azt tökéletesen megúztam. És az pészmékerem van, meg hát ilyen, ugye rengeteg gyógyszert szedek a szívem, ilyen szívritmusszak. az mit jelent, az hogy egy gyenge sztrókom van? Hogy Ilyen agyizavar, vagy az mit jelent? Bocsánat, igen, csak kíváncsi. igen, igen. Tehát egy, egy ilyen tenyérnyi nagyságú területen volt. Tehát egy vérrög. Azt ugye. nem, ezt értem, azt igen. értem hanem hogy, hogy mi a tünete, hogy nem tudtál beszélni, vagy elfelejtettél a szerepet. Reggel hajnalban hajnalba vittek forgatni, bár nagyon fáradt voltam előző este, Szegedi Szabaténi játszottam, fölhoztak pár órát, aludtam, és így, És akkor Hát olyan nyár volt, valami sorozatot forgattunk akkor is, és bújtam be a papucsomba, drág, pamutrikó, kész, ugye meleg van, és ahogy bebújtam a papucsomba, úgy éreztem, hogy előre hogy megvakultam. És akkor, ja, de ez egy pár pillanat volt, hogy elmondom, mert nincs rajtam szemüveg. Ja, hogy, hogy hol az, akkor föltettem a úgy is megvakultam. És akkor ez pár perc múlva elmúlt, és hát jött értem, a kocsi menni kellett, leforgatta már a jelenetet. Szóval nem orvoshoz Senki, nem Visszanézték, hát itt, ott, itt várt az autó, hát menni kellett volna. Jaj, de hát azért ez egy előjel. Hát mert... de, hát de kigondol, szal napnak no, no, ah. mindegy. Szóval ilyenkor az ember nem, nem gondol ilyesmi. Hogy én legalábbis nem gondoltam ilyesmire. És akkor a, a Márton Pisti volt a rendező, és mondta a három jelenet után, hogy te piroska, az, egész zöld vagy. Hát, ma átszervezzük a forgatást, tehát ez így nem, nem lesz, nincs sem, de mondom, nincs semmi. És ezerszer visszanézték azt a három jelenetet, semmi nem látszott rajta. És akkor, de hát végül is ráálltam, hogy, hogy, hogy hazajöjjek, mert tényleg nagyon fáradt voltam. És akkor a Mucsi Zoli, a kappa valami miatt beszélt a nővérével, és az, azt mondta, hogy meg vagy őrülve, azonnal be a János kórházba, ez nem vicc. És akkor jöttek, értem, bevittek, és tíz napig ott is voltam kivizsgáláson. És akkor kiderült, hogy szívritmus, tehát ez a pitvarfibrilláció, hogy aha. hogy hívják, ez van. De nem tudtam, hogy mióta van. Mert ugye az ember EKG-t nem csináltat meg. Meglegyintett akkor Me, a... Na, igen, majd hogy így a szél. és, és ak akkor nem, nem billant, vagy azóta, vagy az elmúlt? Tehát nincs félelem attól, hogy jaj, fölborulok? Nem, nem, At, attól attól nincs, mert... Nincs. Hát egyrészt megteszek mindent, beveszem rendesen a gyógyszereket, három havonta megyek kontrollra, kaptam ezt a kütyűt, a, ugye ezt hmm. a pacemakert, ami most már egészen modern uh, dolog, és van egy kis kép, ilyen okostelefon nagyságú képernyő az éli szekrényen, ami ilyen rádiójeleket küld rólam a kórházba, tehát az orvos néha ránéz, és akkor meg hát az állandó ellenőrzés, ugye, hogy, 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 is mondják ezt, hogy, hogy színuszba verjen a szívem. Színuszba. Jó, verjen, meg sokáig kívánok. De Hát megkérdezem, mert mélyen legfeljebb megint azt mondod, hogy na adjál, nem válaszolok, hogy tételezzük fel, hogy bekövetkezik. Hogy, hát illetve biztos, igen, le, tételezzük igen, fel, soját soját nem muszod meg. Nem, nem, meg. Nem, de eddig nem, eddig, még nem, nem akkor szóval mi, mi, lesz? Akkor tudod, hogy ebbe, ez a parcella, és ja, van, aki megveszi ne... magának. Te meg... ez nem érdekel, ugyanis eddig, eddig már öt helyről temettetnek el egyrészt, mint Kossuth Díjas, egyrészt, mint nemzetszínészét, mint örökös tagot, mint Budapest díszpolgárát, mint Kaposvár díszpolgárát, úgyhogy csak győzzék azt a maréknyi port el, elosztani, hogy kinek mennyi jut belőle. Hát akkor csináljunk ötöt belőle, jó? Hát az, az lesz, tudat, csak, halál föl, csak is. egy csíkot valaki föl lesz belőle. Hát, hát azért soká legyen. Köszönöm hát, szépen köszönöm. a Köszönöm, köszönöm szépen.